Bár nem a város által kijelölt várakozó helyről van szó, a Bicskei úszodával szemközti területet jó ideje használják az autósok parkolóként, ám az ingatlan állapota méltatlan Egerhez, olvasható az önkormányzat közleményében. A városban a Kertész és a Klapka utca sarkánál a Bicskei úszodával szemben 1,6 milliárd forint felhasználásával épül az új 253 férőhelyes parkolóház. A Modern Városok program keretében a Nemzeti Vízilabda és Úszóközponthoz kapcsolódóan. A napokban a beruházás újabb mérföldkőhöz érkezik, ugyanis a kivitelező február 24-én hétfőn 10 órakor átveszi a munkaterületet. Ehhez elengedhetetlen annak kiürítése, ezért február 21-én péntektől tilos a behajtás és a várakozás a területen, ezt táblákkal is jelzik az autósoknak. A város önkormányzata kéri az ott parkoló autók tulajdonosait, hogy járműveiket szállítsák el, ellenkező esetben február 23-án vasárnap este elvitetik azokat. Mint írják, ez a lépés közös érdek, hogy minél előbb elkezdődhessen a beruházás, így a jövőben egy valóban parkolásra alkalmas kultúrát létesítménnyel gazdagodjon a város.